Emlékgyűrűvel ajándékozták meg azokat a pécsi sportolókat, akik az egyetemen tanulnak vagy tanultak, és eredményesen szerepeltek a tokiói olimpián, illetve paralimpián. Köztük volt Bicsák Bence is, aki a legjobb magyar triatlonos címmel is büszkélkedhet. Az emberek hozzáállása az sporthoz, meg az én sportágamhoz olyan volt, ami mindig jó érzéssel töltött el, és tényleg öröm volt ezt úgy bejönni, hogy értékelték az emberek azt, hogy itt egy triatlon sportoló srác, aki az egész életét feltette erre, és még egyetemre is jár. Konkó Zsófia paraúszó is szép eredményeket ért el büszke teljesítményére. A friss egyetemista elmondta, hogy bár még nem ápol szoros kapcsolatokat az intézményben, támogatják sportkarrierjében. Én most kezdtem, másodéves vagyok, úgyhogy még nem nagyon találkoztam velük, bár miután azértem, beszeretnék járni, és be is járok, amennyire tudok. Úgyhogy még egy annyira jó kapcsolatot nem sikerült kialakítani, de azt érzem, hogy nagyon támogatóak. A PTS számára nagy büszkeség, hogy hallgatóik és egykori hallgatóik ilyen kiemelkedően szerepeltek az ötkarikás játékokon. Nagyon komoly teljesítmény van mindegyik sportoló mögött, ez teljesen nyilvánvaló, és én ezen keresztül azt gondolom, hogy ezzel példát is állítottak valamennyi hallgatónk elé, hogy kitartás és nagyon komoly feladatvállalás mellett is lehet érdemes eredményeket produkálni és elérni. A Pécsi Egyetem a jövőben is nagy figyelmet fordít arra, hogy elismerje kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgárait.